Repülőrajtot vettek a hazaiak, az első negyedet 22-5-re nyerték a zsiráfok. A második 10 percben sem változott a játék képe, a nagy szünetre 28 pontos nyíregyházi vezetésnél vonultak le a csapatok. Fordulás után tovább növelte előnyét Farkasinszky Gyuláni együttese, mindkét negyedet 3 ponttal nyerte a Kosársuli, amely végül 38 pontos győzelemmel kezdte a szezont. Ahhoz, hogy itt a csapat összeszokjon, ahhoz egy ilyen mérkőzés mindig jól jön. Végül is nagyon sok új játékos van, tehát ugye régen játékosaink már, de ugye most nagyon sok újoncot avattunk, tehát a 2009-esek ebben az évben már ugye játszhatnak amatőr NB-et, és éltünk is ezzel a lehetőséggel, és itt 3 játékos is játéklehetőséget kapott. Szerintem értek is a lehetőséget, ügyesek voltak, jól játszottak, tehát ugye most nálunk nagy a kontraszt, mert vannak a kicsit fiatalabbak és a még fiatalabb játékosok, de szerintem ez teljesen jó lesz így, mert nagyon jól kiegészítik egymást, és szerintem ebből csak jól jöttünk majd ki a következő időszakban. Szerintem a palánk alatti játékunk nekünk sokkal határozottabb és sokkal jobb volt, meg szerintem a lányok határozottan és jól védekeztek, sok labdaszerzés volt, abból az indításokat jól oldottuk meg, főleg az első fél időre igaz ez, mert akkor még úgy gondolom motiváltak voltak, a második fél időre azért nagyon sok hiba csúszott be, tehát nagyon, nagyon sok helyzetet hagytunk ki. A palánk alatt játszó Karakó Dorina 23 pontot szerezve a mezőny legeredményesebb játékosának bizonyult. Nagyon jól éreztem magam, hogy újra május óta pályára tudtunk lépni. Teljesen máskülettel kezdjük az évet, mint előzőleg, úgyhogy nagyon sokat gyakoroltunk arra, hogy összeszokjon a csapat. Úgy gondolom, hogy már jó úton haladunk, még mindig van egy-két dolog, amit ki kell javítani, és jobban egymáshoz szokni, de hát hosszú az év, úgyhogy ez nem hiszem, hogy gondot fog okozni a későbbiekben. A forduló további eredményei a következők, Deac TFS MTK U23 46-77, Elte Fortis Szegedi Kosárlabda Egylet 73-23 és Tiszakécske VSE MAFC 53-72. A nyíregyháziak vasárnap a TFS MTK U23 otthonában lépnek pályára. Megnéztük végül is a játékos állományt, tehát én bízok abban, hogy egy jó mérkőzést fogunk játszani. Most az, hogy most ez győzelem lesz, vagy vereség, ez ugye attól függ, hogy ott milyen közegbe kerülünk be, és hogy azok a játékosok közül ki az, akit fognak játszatni, ki az, akit nem. Azért vannak korosztályos válogatott játékosaik is, akik ugye a csapatban vannak. Innentől kezdve ez egy ilyen kiki mérkőzés. Mi továbbra is azon vagyunk, hogy építsük a csapatot, próbáljuk a fiatalokat beépíteni, aztán ami ebből kijön, azokat megpróbáljuk megoldani. Talán végig is úgy jövünk, hogy nem nyertünk, akkor se leszünk szomorúak, akkor megpróbáljuk a hibákat kijavítani, és mind a következő mérkőzésen ebből kamatoztatni. A második forduló további párosítása a következő, Kecskeméti KC Elte Fortis, Szegedi Kosárlabda Egylet Deac és Szolnoki MÁV Ese MAFC.